Két évvel ezelőtt adták át a Porcsalmai Szociális Szolgáltató Központot, amely azóta a szomszéd településeken is segít az időskorú vagy fogyatékkal élő rászorulóknak. Kedden az Idősek Világnapján ünnepélyes keretek között adták át a központ szamosszegi intézményét, amely 50 személy nappali ellátását biztosítja. A Porcsalmai Szociális Szolgáltató Központ 2011. szeptemberétől nem társulás, hanem az egyház, a helyi református egyházközség fenntartásában működik, és azóta igyekszünk fejleszteni, bővíteni, és az idén lehetőség nyílt arra, hogy Szamosszeg településen egy nappali ellátó intézményt hozzunk létre. Ebben az intézményben 35 fő idős ember, 15 fő fogyatékkal élő ember vesz igénybe a nappali ellátást, ezen kívül a településen végzünk házi gondozást, étkeztetést. A minden igényt kielégítő szociális szolgáltató központ 8 embernek biztosít munkát a településen. Minden megvan ebben az intézményben, amit a jogszabály előír a nappali ellátás működtetéséhez, pihenőszoba, foglalkoztató, mozgáskorlátozott, mosdók, irodahelyiségek, ebédlő, tálalókonyha, tehát a tárgyi feltételek maximálisan adottak és akadálymentes az egész intézményünk. Amikor Szamosszegen elkezdtünk dolgozni, akkor 5 főt vettünk át az önkormányzaton, most jelenleg 8-an dolgoznak itt az intézményben. Az intézményvezető elmondta, céljuk, hogy minél több egészséges és az időskort boldogan megélő embernek nyújtsanak segítséget Szamosszegen.